A Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület több mint 10 000 fiatalt mozgat meg a megyében rendezvényeivel. A szervezet célja, hogy minél több gyerek sportoljon, lehetőség szerint minél jobb körülmények között. A Nyíregyházi Egyetemmel kötött megállapodásnak köszönhetően a legmagasabb szintű szakmai háttér segíti majd az egyesület munkáját. A megyében ez az a tudásbázis, ez az a kutatói, illetve hallgatói bázis, amely én úgy gondolom, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei diáksport szempontjából is egy kihagyhatatlan lehetőség, és valóban új perspektívákat fog nyitni ez, én úgy gondolom, a megyei diáksport életben, és rengeteg olyan lehetőség nyílik meg majd előttünk, beszéltünk itt akár pályázatokról, akár együttműködésekről, akár olyan kutatói, kutatásfejlesztési projektekről, amelyekbe akár a megyei diáksport is részt vehet, vagy akár csak olyan közös programokból, szabadidő vagy diáksport programokból, ahova bevonhatjuk a hallgatókat akár résztvevőként, akár gyakorlat szerzőhelyként, mint a diáksport területén. Úgyhogy bízunk benne, hogy ez valóban egy olyan lehetőség lesz, amelyből nagyon komolyan tudunk majd profitálni. A Nyíregyházi Egyetem vezetésének reményei szerint az együttműködés egyik hozadékaként a megyében tudják majd tartani a sporttal foglalkozó fiatal szakembereket. Nekünk vannak olyan hallgatóink, akik azt mondjam, hogy sport, valamilyen sportszakra járnak, többek között ugye a tanárszak is. Nekünk nagyon fontos, hogy ilyen hallgatóink legyenek. A másik dolog, hogy ehhez kapcsolódóan viszont gyakorlóhelyek szükségesek. És az lenne az igazán jó, hogyha azok a hallgatók, akik nálunk szereznek majd diplomát, a diplomák megszerzés előtti gyakorlatot a lehető legközelebb, a városhoz, illetve a megyében végezzék ezt a gyakorlatot, mert ha a megyében végzik, akkor annak nagyobb a valószínűsége, hogy itt fognak maradni, és itt fogják majd a sportéletet, illetve az értelmiséget gazdagítani. A rektor helyettes hozzátette, a minőségi testnevelés oktatás mellett kiváló infrastruktúra is segíti majd a közös munkát.